problémát hallottam ma már itt a degradásokon is, de hát azért arra is szeretnék utalni, hogy ez lehetőséget is jelent mindenki számára a jövőt tekintve. Alapmegállapításokkal kezdeném az első pontban, amit mi fontosnak gondoltunk. A nemzetközi tapasztalatok és a hazai tapasztalatok alapján 7 pontban megpróbálom én röviden összefoglalni, amit mi gondolunk erről, és aztán Alelnök úr pedig annak a kérdőjének a tapasztalatát fogja nagyon röviden elmondani, amit mi is megcsináltunk itt honnálatunk között. Az egyik alap megállapításunk, hogy az IPOR 4.0 végrehajtásának egyik legfontosabb eszköze a digitalizálás, és az egyik legnagyobb eredménye a hálózatok részre jötte mindenhol szektorjának. A konferencia ezt a rendszer működést szerette volna és szeretné megvizsgálni a különböző országokban, és egy különös szempontnak szentelt a konferenciát, hogy mindezt a családi mikro- és kisvállalkozások szempontjából tegyenek. Következő alap megállapítása, hogy ezeknek az eszközöknek a létrejöttes léte kikerülhetetlen a mikro- és kisvállalkozások számára. Tehát nem arról van szó, hogy én most választhatok majd, hogy ezt én alkalmazom, vagy nem alkalmazom. Ebben a világban akarok élni, vagy nem akarok, ez a világ itt van, megtehetem, hogy nem csatlakozom hozzá, hogy később, de ezzel a saját megsemmisülésemet kockáztatom. Ezért ez az egyik legnagyobb kihívás, ami az elmúlt évtizedekben történt az egész gazdaság és a család és a mikrovállalkozások számára is, mert versenyképességük, foglalkoztatási képesség megőrzése érdekében nekik is mindent meg kell tenni, hogy ezzel az új világban megváltozzon. Röviden megpróbáltuk megfogalmazni, mit értünk a digitalizálás alatt, és semmi más, mint a munka és a vállalkozások teljes világának átalakítása, beleértve a kommunikációs struktúrákat, olyan oldalon, hogy az adatokat és a feltételeket gépek által olvasható és gépek által is elvégezhető formára rendjük. Ennek a folyamatnak a végén pedig ott vannak az mesterséges intelligenciák. És ez a folyamat elindult. Megváltozik nem csak a munkavilága, hanem kihat a társadalom egészére, és az információs és kommunikációs technológiák egyre nagyobb adatmennyiségeket tudnak egyre gyorsabban feldolgozni, tárolni és hálózatokon keresztül továbbítani. Könyvek születtek ma már arról, hogy nem akarok most kitérni, hogy ennek az egész rendszernek urai vagyunk-e már az egész világon, vagy sem. Ennek könyvek szerint már senki nem ura ma a világban a totális rendszerünk kialakult, hanem csak részeknek az ura. Tehát részre jött egy új világhelyzet, gazdaságilag is és társadalmilag is. Hatása az, kicsik számára, hogy megváltoztatja a munkaeszközeinket, az alapanyagokat, a tárgyak kinézését és nagyságát, az emberek egymás közötti kommunikációját. Magyar az egész társadalmi termelési és egyéb viszonyokat. Egyes adatok szerint jelenleg 20 milliárd olyan eszköz van forgalomban, amely kapcsolatban áll az interneten, a világon, és 2030-ra ezeknek az eszközöknek a száma elérheti az 1 billiót. A kompjútertől kezdve a gépkocsikon át a hűtőszekrényig minden, amit a digitalizáción fog érni. Világkonszernek alakulnak ki hihetetlen gyorsasággal, amelyek hálózatban szerveződve ezeket a folyamatokat folytatják és elindítják és uralják. Mit jelent ez a kisvállalkozások számára? Benyomulnak a nagyvállalatok a kézműipari területekre is.
újfajta hajtékony és ezért olcsóbban működik üzleti modelleket valósítanak meg. Egyszerűen nagyszámú ügyfelet érnek el, a termelésben robotizálást hajtanak végre, újfajta fejlesztésű anyagokat használnak. A kisvállalatok, amelyek a piac részvevői, nyomás alá kerülnek, a versenyképességet meg akarják őrizni. Szembe kell nézniük az internettel, az új digitális alkalmazási módokkal, a munkaeszközeiken, és olyan területeken, mint az adminisztráció, a belső munkaszervezés segítése, a külső-belső kommunikáció és főleg a termékeik és szolgáltatásaik eljuttatása a fogyasztókhoz. Beadott a digitalizálás ma már a szolgáltató és javító közegbe is. Az Amazon világcég például 2015 óta kézműipari szolgáltatásokat közvetít az Egyesült Államokban interneten keresztül. A Google is elkezdett foglalkozni háztartási eszközök hálózatbiztosításával. Ugye mindig azt mondjuk, hogy a szolgáltatási szektorban, a manuális munkában, ott a digitalizálás második jelentkezik, ez igaz, majd mindjárt szólunk el is. Gyorsan változik a megrendelők és a vásárlók kommunikációs lehetősége, hiszen mindenkinek a kezében van iPhone, rádiótelefon, főleg a fiatal generációknál is. Ez teljesít a kézműipari változások előtt is, hogy ha ezeken a rendszereken keresztül ezeket a lehetőséget is felhasználják a technológiai fejlesztések és saját termékeik számára, akkor olyan közegeket is el fognak érni esetleg, amelyeket eddig nem értek el. Tehát nem csak munka és hátrány van benne, hanem lehetőség is van benne. Vállalkozások számára is lehetővé vált kisebb vállalkozások számára, hogy az okostelefont, az internetet és más digitális eszközöket használó célközönséget is elérjék. És személyre szabott szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, mert a szuper nagy digitális világban meg fog nőni az emberek részéről a személyes szolgáltatások iránti igény, és ezeket a személyes szolgáltatásokat közvetlenül már el tudják majd jutatni ahhoz, aki ezt kielégíti. Ez a kicsik számára tartalmaz lehetőséget. Néhány szót arról, hogy miért beszélünk mi az egész konferencián a családi mikro- és kisvállalkozásokról, és hangsúlyozottan a mikrokról. A magyar helyzetet szeretném nagyon röviden említeni a statisztikai évkönyvünk szerint, hogy mit is jelent ez a világ. Körülbelül 540 ezer társas vállalkozás van Magyarországon, 90% a 10 fő alatti mikrovállalkozás, és ennek a 90% a 4 fő alatti mikrovállalkozás. Ez mutatja, hogy hatalmas tömeggel állunk szembe, amely egy mikrovállalkozási kategóriába tartozik. Ezek a vállalkozások a magyar GDP minimum 30%-át állítják elő, nagyon alábecsült számot mondok, hogy nem sértsék bármit. És a szerepvállalás a foglalkoztatásban minimum 50% jelentőadatásban. Az elkövetkező évtizedekben is jelentős szerepük lesz a helyi szolgáltatói, javítói és beszállító tevékenység. A magyar gazdaság fontos kérdése tehát, hogy az ipar 4.0 a gazdasági stratégiában milyen nagyságrendű figyelem irányul erre a gazdasági rétegre. Az innovációs és digitalizációs folyamatban sikerül-e ezekhez a vállalkozásokhoz az információkat, az innovációs és képzési lehetőséget támogató projekteket megfelelő nagyságban eljuttatni. Hogy mit lehet tenni a kisvállalkozások érdekében, csatlakozva az előző előadásokhoz, elsősorban fel kell javítani az információ áramlást. Ugye a főosztályvezető előadása külön tanulmányt igényel, hogy ezt le tudjuk fordítani egy mondjuk egyszerű gázszerelőnek a nyelvére. Ez egy nem könnyű feladat. Ugye a válaszok azt mutatták a kérdőjébe is,
hogy nem nagyon tudja ez a hatalmas nagy számban, hatalmas nagy közeg, amit az előbb mutattam, hogy minden áll szemben. És bár születhetnek erre országos koncepciók és stratégiák, ha ők ezt nem értik meg, és ebből nem szervezik ki maguknak, hogy mi a lényeg maguk számára, hát akkor egyre nő ez a szakadék, egy szándék és a valóság között. Tehát fel kell az információ szolgáltatóan gyorsítani. Hogyan jön a kérdés? És egy örök problémára hívom föl a figyelmet, ugye beszéltünk arról, hogy a digitalizálás egyik fő eredménye az, hogy hálózatok jönnek létre, de mint szlovák kolléganő említette, ott például ezekből a hálózatokból is a KKV szervezetek jelenleg hiányoznak. Nagyrészt nálunk is. Tehát az egyik probléma az, hogy amikor hálózatokon keresztül kellene már az információkat, a szolgáltatásokat, a projekteket, a projekt lehetőséget eljuttatni, akkor nem lehet kihagyni azokat a önkéntes tagsággal rendelkező, kis területeken is tevékenykedő országos szervezeteket és azoknak a különböző testületeit abból, hogy az információ eljuttatásban, a szolgáltatásokban és az egész folyamat segítésében részt vegyenek. És erre vonatkozó projekteken kell elgondolkodni Brüsszelben is és itthon is, mert ha nincsenek ilyen projekt lehetőségek, akkor nem állhatnak szakemberek rendelkezésre ennek hatalmas nagyságrendű 90%-os vállalkozói tömegszámára. Tehát az utat ebben lehet látni, hogy több figyelem, több támogatás. És még egy megjegyzés volt itt, hogy szakmásítani kell a kérdést. Nagyon jól látszott az eddigi előadásokból is, hogy nem mindenkit egyformán érint ez. Vannak olyan szakmák, amelyek természetszerűen jobban lépést tartanak a digitalizálással. És vannak olyan szakmák, amelyekre jelen pillanatban kevésbé vonatkozik még, főleg a kézmű tevékenységhez, a kézi tevékenységhez vonatkozó szakmák. Ez az építőipar egyes részei. Ott még lehet, hogy kevésbé, de vannak olyan területek, ahol ez jobban már érzékelhető. Még egy fontos kérdés, robotizálás. Vajon kiváltja rövid távon a robotok sokasága a fizikai munkát és a szolgáltatások egy nagy részét? Eltérők a válaszok, hogy ez mennyi idő múlva fog bekövetkezni. Majd fogunk itt délután előadást hallani, ahogy a nagyok ezt gondolják. Mi úgy látjuk jelen pillanatban, hogy a következő 2-3 évtizedben még messze nem látni, addig se nagyon. Szó nem lehet arról, legalábbis a magyar valóságban, hogy a fizikai munkához kötött és szolgáltatás, egyéni szolgáltatásokhoz kötött tevékenység jelentős sorát még robotokkal lehet kiváltani. De a robotok nagyon meg tudják majd könnyíteni a fizikai munkát. Ez kétségtelen igaz. És akkor ezeket használni is kell erre. A kicsinek is. Ez majd olcsó robotokat és nagyon hasznosítható kis robotokat kell elállítani, hát ez még előttünk el. De nem holnap reggel lehetősége még, legalábbis nem össze. És még egy dologról szólok én röviden. Itt már elhangzott Cseh alelnök úr megjegyzésében ez a felhő, ami itt lebeg fölöttünk, és nem tudjuk, hol a másik vége, és nem tudjuk, hogy termékeny esőt fog-e hozni, vagy hatalmas pusztító vihart. Ezért aztán az egész digitalizálás tulajdonképpen keretfeltételekbe kell kényszeríteni, vagyis törvényeknek és rendeleteknek kell majd szabályoznia azt, hogy az adatokkal mi történjen, hogyan történjen, kinek az kezébe kerülhet, és milyen módon. Rendkívül fontos az, hogy a fizikai feltétele is megjelenik a digitalizálásnak, egész országot lefedő internet, üzembiztos internet, mert ha valaki vidékre egy kisvárosban vagy egy
digitalizált gépet fog használni, például a mezőgazdasági traktort, hát ha az megállott az út közepén valahol, mert mondjuk az internet szabadodik, vagy nincs meg, vagy nem kap valamilyen információt, hát ezek itt a munka világán befolyásoló tényező. Tehát nem csak, hogy lefedő internet hálózatra van szükség, hanem megbízható internet hálózatra. Ezért megállapíthat, hogy a cég és a személyes adatok védelmének fontossága megnövekszik a digitalizált világban, és ez ennek az egész folyamatnak egy rendkívül fontos, kiemelten fontos része, hogy milyen törvények és rendeletek fogják biztosítani a pozitív diszkriminációt, én ezt a szót használom, mert Brüsszelben is használják, a pozitív diszkriminációt a kicsit van a számára. És amikor megalkotják a rendeteket és törvényeket,